Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jászmin, remélem jól vagytok. Sajnos nagyon régen találkoztunk, ennek pedig az az oka, hogy hirtelen felindulásból Ciprusra mentem, hisz a férjem az Böjtöl 30 napig imádkozik, alszik és egész éjjel dolgozik. Úgy gondoltam, hogy nem szeretném zavarni a kisfiammal, és hármasban a barátnőmmel elmentünk Ciprusra. Sajnos az egész bőröndömet nem bírtam feladni, mert elkéstünk. Az összes jóskártyák ott maradtak Londonban. Most Magyarországra jöttem, itt pedig rendeltem kettőt. Úgy gondoltam, hogy most jövök nektek egy kis valami üzenettel. Meglátjuk, mit mondanak a kártyák. Írjátok meg, hogy hogy vagytok, mint vagytok, nagyon hiányoztatok. El szeretném mondani a közleményeket, aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne rontáslevételt, mert valaki megátkozta, hogy az élete valami által nem jó, annak itt vagyunk, itt vagyok, le tudjuk venni. Aki szeretne fehér mágiát, mert ellaposodott a kapcsolata, annak is tudok egy-két tippet. Aki pedig szeretne oldásgyógyítást, mert ugyanazokat a köröket futja, mint régen, ismétlődik a rossz, például mindig elhagyják, vagy amikor már minden jó, akkor abba marad, vagy a munkahelye nem jó, annak bizony oldás kell, úgyhogy jelentkezzetek. Most pedig még vannak kulcstartóim, talizmánok, amit a falra tudunk akasztani, elefántok, kulcstartók, gyönyörű szépek, következő videómban meg fogom őket mutatni. Amíg itt vagyok, lehet rendelni, én saját kezűleg fogom nektek feladni. Vannak füstölők, szerelmi füstölők, amiből egy pici kell, a páratokra kell gondolni, és vagy visszajön, vagy a kapcsolat jobbá lesz. Úgyhogy érdemes rendelni. Köszönöm szépen, nézzük a kártyákat, először húzok egy párat, és utána összeolvasom. Négyes botok, érmék lovagja, királynő érmék, király érmék, tehát páros, levél. Egy kicsit lassabban megy, mert angolul olvasom el, nem mindig jól látom. Érmék hetes. Ászok botok. Kettes botok. Kulcs. Botok lovagja. Királynő botok, nagyon sok a botok, érzelmek. Király botok, itt is egy páros. Kardok ásza, valaki beszélni akar. Kettes kardok, aggódás. És a főpapnő. Telepatikus, leírtam, amit érzek. Biztonságot adsz. Boldogság, öröm, izgatottság. Ide teszem őket. Hiányzol. Spirituális. Szenvedély. Nem sokára jelentkezem.
Önbizalom, hiány és kritizálás. Tehát meg fogom nektek egyben nézni, hogy mit jelentenek ezek a kártyák, mit jelentenek. Úgy érzem, valaki úgy érzi, hogy elvesztett téged, úgy érzem, hogy ez a valaki bizony nem mindig volt jó hozzád, úgy érzem, mikor veled volt, akkor nem úgy viselkedett, mint ahogy kellett volna, hol túl kedves volt, aztán hirtelen abban a percben másnap már nem volt figyelmes és túl hideg volt. Akkoriban ő nem érezte úgy, hogy ő lenne a hibás, lehet, hogy téged okolt, lehet, hogy te észrevetted és szóltál neki, hogy nincs igaza, de ő ezt elutasította, nem mutatta ki mindig az érzelmeit, a szeretetét, nem tudta kimutatni. Magyarul úgy mondanám el nektek, hogy nem egy táncot jártatok. Most pedig mi történik? Fordul a kocka, fordul az asztal, és hirtelen valami történt, úgy érzi, hogy elveszített téged, vagyis elveszített egy fontos dolgot, elveszítette a kulcsot, ami kinyitja a zárat az ajtóban, a szívéhez, mi lehet ez a fontos dolog? Téged. Tehát úgy érzi, hogy elveszített téged, vagy elveszthet téged, hogyha még együtt vagytok, beszéltek, de a kapcsolat néha langyos, akkor úgy érzi, hogy nagyon értékes vagy számára, és bizony elveszíthet téged. Lehet, hogy beszéltek, de akkor is úgy érzi, hogy a legjobb dolgot elvesztette az életében, vagy pedig fél attól, hogy elhagyod, nem érzi magát biztonságban, attól fél, hogyha elhagyod, akkor ő nem lesz biztonságban, nem lesz, aki megvédi, nem lesz, aki utat mutat neki, és nem lesz, aki őt irányítja. Úgy néz föl te rád, mint a király, mint amikor a királynőre nézünk, a jobbágy vagy a lovag, mert nagyon sok a királynő, az érmék királynő, a botok királynő, szeretne király lenni mellette, hisz kétszer megjelent a botok király és a botok királynő, és az érmék király és az érmék királynő szeretne felzárkózni hozzád, mint király, viszont most jelenleg többször úgy érzi, hogy ő csak egy botoklovag vagy egy érméklovag, tehát úgy érzi, hogy nem egy státuszban vagytok, hogy kell mit magán javítania. Úgy érzem, te vagy a példaképe, és most, hogy valami történt az életébe, mi történhetett? Elmesélem nektek. Az történhetett, hogy a múltban, mielőtt még nem ismert téged, nagyon kritizálták, nem volt jó benyomása az emberekre, és ez bizony önbizalom hiányban tette őt, önbizalom hiányba rosszabbodott az élete, kritizálták őt, és nem értették meg. Most pedig, ha nincs veled, messze van, a barátok vagy a családtagok ugyan ezt tükrözik vissza neki, hogy nem értenek vele együtt, nem látják a lelkét, csak egy valaki látja a lelkét, és az te vagy, és ez hiányzik neki, hogy te pátyolgasd őt, és meglásd az igazi énjét, azt az igazi férfit, azt az igazi lelket, ami ő benne van. Úgy érzem, hogy amikor megismerted, a szemeden keresztül mindjárt láttad a lelkét, láttad a lelkében, hogy mi van, hogy jóságos, hogy lehet, hogy csak egy kisgyerek igazából, hiába nagy felnőtt ember, mert gyerekkorában úgy érzem, nem engedték meg, hogy kinyíljon, nem engedték, hogy önmaga legyen, és te megláttad benne azt a kicsi kis fiút, azt az aranyos kis fiút, aki ő valójában, és ezt megint szeretné érezni. Úgy érzi, hogy te szereted őt, te adtál neki kedvességet, támogattad mindenben, és ő ezt félváról vette, de most úgy érzi, hogy neked volt igazad mindenben, és az a vicces dolog, hogy akkor nem értett meg téged, most pedig hirtelen meg akar érteni téged. Most őt nem értik meg, és azt akarja, hogy ő megértsen téged. Tehát remélem, tudjátok, mit akarok mondani, hogy akkor nem értett meg téged, most pedig 100%-ban ért téged, de mások nem értik meg őt. Senki nem érti őt meg, mint ahogy te értetted meg. Úgyhogy tudjátok, hogy miről beszélek. Úgy érzem, hogy el van veszve az életében, jelenleg nagyon fekete az élete, homályos, árnyékos oldalon van, de amikor rád gondol, vagy amikor beszéltek, úgy érzem, egy párotok még beszél, akkor izgatott, boldog, boldogságot hoztál az életében, hisz itt van, hogy te adsz nekem biztonságot, úgy érzem, hogy azért kellett találkoznatok, meg volt ez írva, hogy találkozni fogtok, mégpedig azért, hogy
a sok rosszat, amit kaptatok az életetekben, mindegy, hogy régen, vagy most, vagy gyerekkorotokban, azt levetkőzzétek, meggyógyítsátok egymásban, és biztonságot adjatok egymásnak, de te adsz neki jobban biztonságot, nem pedig ő neked. Úgy érzem, szenvedélyet érez irántad, amikor rád gondol, boldogság, öröm, izgatottság van benne, szexuálisan is gondol rád, és tudja, hogy ez isteni kapcsolat, és nagyon-nagyon spirituális, tehát tudja, hogy ez nem egy földi kapcsolat, hanem lélekben, az ötös dimenzióban is együtt vagytok, és itt a hármas dimenzióban is szeretne, akik még nincsenek együtt. Terveket szövöget, hogy hogyan lehetne újra veled, terveket szövöget, hogy mit kell tegyen. Úgy érzem, hogy az ászok kardja mutatja, hogy beszélni akar veled, ki akarja nyitni a szívét, de a kardok kettes látszik, hogy még haboz, hogy még nincsen jól. Úgy érzem, jelenleg a barlangban van, visszahúzódik, nagyon sokat meditál, lehet egy párotoknál ő is muszlim, mint az én férjem, és most meditál, imádkozik, és kírja jó Istent, hogy mutasson neki fényt az alagút végén. A fény te vagy neki, hisz jelenleg az élete nem túl jó, és úgy érzem most, hogy meditál és imádkozik, jobban látja a dolgokat, és szeretne rugalmas lenni, mint amilyen te rugalmas szoktál lenni. Kompromisszumot szeretne kötni, úgy érzem, nem figyelt rád eléggé, nem vette észre, hogy neked van igazad, nem vette észre, hogy miket szeretnél, de ami jó dolog az, hogy mostanában, amikor rád gondol, akkor érzi az energiádat, bár azt kell mondjam, hogy ebben a percben nem érzi olyan közel magát, a te energiádat magához, lehet egy kicsit te félrevonultál, vagy betartod a három lépést, viszont te azt érzed, hogy amikor bárhová mész, ő ott van veled, és hiányzol neki, hiányzik neked, de mégis valahogy összekapcsolódtok az ötös dimenzióban telepatikusan, hisz itt van, hogy telepatikus, és amikor rád gondol, akkor biztonságot adsz neki. Úgy érzem, hogy nem becsült meg téged eléggé, és most veri a fejét a falba, hogy miért tette ezt, és hogy ideje komoly lenni, tudja, hogy bizonyítania kell, hogy ő már tud rád figyelni, tudja, hogy bizonyítani kell, hogy újra megbízzál benne, és tudja, hogy bizony ez a bizonyítás nem egy nap, és nem egy óra. Úgy érzem, rájött arra, hogy te vagy neki a világ, egyfolytában rád gondol, szenvedélyt érez irántad, és attól fél, hogy nem szereted őt eléggé, és ha netán nem szereted, akkor hogyan fog őt megbirkózni ezzel? Viszont azt is kell mondjam, lehet a múltban te kergetted, mentél utána, ő nem annyira akarta a kapcsolatot, viszont te akartad, vagy fordítva, és ez sem tetszett neki régen. Most pedig angyalokban bízik, hogy az angyalok megmutassák neki, hogy mit kell tegyen, terveket akar szövegetni, pozitívabban akarja látni az életét. Te általad, amikor megismert, teljesen más ember lett, ő már nem olyan ember, mint régen volt előtted. Régen úgy érzem, hogy kritizálták, megbántották, lenézték őt, most már ezt nem veszi személyes sértésnek, akkor személyes sértésnek vette, de tudja, hogy muszáj volt ezekkel az emberekkel találkozni ahhoz, hogy most olyan legyen, amilyet te szeretnél. Egy igazi lovag, egy igazi ember, aki nem sértődik meg pici dolgokon, most már tudja, hogy ez nem személyes sértés volt, hanem ennek így kellett legyen. Most, ami probléma az, hogy néha negatívan gondolkodik, még mindig fél, viszont a félelem végén ott van a remény, ott van a szeretet, ott van a boldogság. Úgy érzem, egy párotoknál nagyon hamar fog jelentkezni, lehet ma vagy holnap, lehet pont húsvétkor, és a pap jelzi, hogy kész némelyikőtökni az elköteleződésre, eljegyzésre, egy következő lépésre, hogy esetleg házasságból. Ki szeretné törölni az életéből a rossz dolgokat, és nem szeretne magányos lenni. Most azt kell mondjam, bárhol van, magányosan érzi magát, hiányzol neki, hisz a lelkét csak te érted meg,
és szomorú, hogy te nem vagy vele, ha pedig ott van veled, akkor pedig jelenleg nem tudja kimutatni úgy az érzéseit, mert visszahúzódik a barlangban a negatív gondolatai miatt. Azt is érzem, hogy egy párotoknál lehet van valaki más, neki, és te is mással élsz, ő is mással él, vagy az egyik őtök mással él, de akkor is nagyon rád gondol. A hetes kardok mutatja, hogy készen áll arra, hogy harcoljon ez a kapcsolatért, hogy világít neki ez a lámpa, hogy utat mutatsz neki, és a spirit fentről, és hogy nem akarja feladni a kapcsolatot. Úgy érzem, várja azt a hajót, várja azt az időt, amikor minden jó lesz, amikor találkoztok, és amikor végre beszállhat ebbe a hajóba, és elutazhat hozzád. Szeretne veled találkozni szenvedéllyel, boldogsággal, és szeretne téged meglepni valamivel. Úgy érzem, egy párotoknál hamarosan jelentkezni fog. Úgy érzem, most már nagy képben látja a világot, az életét. Régen nem látta jól az életét, most már látja az igazi képet, hogy mi volt a szívfájdalma, miért volt elakadva, és hogy mik voltak a negatív emberek és a negatív gondolatai az életében, és most már tudja azt, hogy ti egymásnak Isten is egymásnak teremtettiteket, és érzi, hogy ez így van jól, ahogy most van, most már nem hibáztat téged, nem hibáztatja magát, nem hibáztatja az embereket, tudja, hogy ez egy lecke volt, ami történt az életében, és most már magasabbról nézi az életét, most már sokkal jobban átlát a szitán, és szeretne közelebb kerülni hozzád, szeretne odautazni, ahol vagy, szeretné a kapcsolatot igazi, boldog kapcsolattá tenni, szeretne megcsókolni, szeretne veled lenni, hisz te vagy neki a napsütés az életében, és jelenleg nagyon izgatott, ugyanakkor néha szomorú, ha nincs veled. Szeretne veled elmenni valahova, ünnepelni barátokkal, vagy csak kettesben, de mint mondtam, egy párotoknál ez még nem lehetséges, mert vagy mással él, vagy te élsz mással, és bizony azt még meg kell oldja, de úgy gondolom, hogy nem sokára utazik hozzád egy párotoknál, és találkozni fogtok. Úgyhogy úgy érzem, nincs elveszve a kapcsolat, nagyon sokat gondol rád, tanult a hibáiból, de még mindig barlangban van, és még mindig árnyékos oldalon van, de az alagút végén látja a fényt tégedet, és szeretné megoldani ezt a kapcsolatot. Ennyi lett volna, köszönöm szépen, ha tetszett a videóm, légy szíves, lájkoljátok, írjatok, és nem sokára jövök új videóval, sziasztok!